te publicisztikád is, bocsánat, a te publicisztikád is többek között arról szólt, hogy Magyarországon nem fenékig telj fel a kulturális élet, és egy csomó probléma van. Szerinted ebben az új pozíciódban képes vagy bármit tenni? Nagyon jó a kérdés. Hát meg kell próbálni. Tehát itt van egy teljesen konkrét katasztrófa helyzet, ami a Alexandra bedőlésével, illetve a könyvbazár és a Rainbow bedőlésével keletkezett. Rengeteg kiadóban iszonyatosan nagy bajban, ezt meg kell oldani. Itt tele hakniztuk a sajtót tényleg Kocsis András Sándorral, a Mekeke elnökével, és mindenhol elmondtuk, újra és újra elmondtuk, hogy mi az a 6 pontos javaslat, amellyel szerintünk a magyar könyvszakmát ki lehetne húzni abból a rettenetes kátyúból, amelyben önhibáján kívül keveredett, hiszen itt nem arról van szó, hogy néhány kiadó hülyeséget csinált, rosszul döntött, rossz üzletpolitikát követett volna, hanem arról van szó, hogy felelőtlen, vélhetően kókler zsiványok a pénzt valahogy eltüntették, és ezt a helyzetet a sajnos a tapasztalataik alapján a legritkább esetben oldja meg egy rendőrségi nyomozás, bár reméljük, hogy természetesen megint pozitívan fogunk csalódni, már így lenne, de a magyar könyvszakmát valahogy ki kell húzni ebből a lehetetlen helyzetből. A 6 pontos javaslatot most nem fogom felsorolni, mert 6 millió helyen megtalálható, de például olyanok vannak benne, hogy a kötelezettségfölvásárlást megtehetni az állam, tehát a kiadóknál jelentkező hiányt átvállalhatná, biztos, hogy ha nem is névértéken, de mondjuk 60%-on. Biztos jó szerinted a nagyfokú állami jelenléte? Na most az állami jelenléte az van, hogy ez nem az állam, tehát hogyha a követeléskezelő belép, az ilyen szempontból nem arról van szó, hogy az állam beleszól a képszakma részébe, életébe, vagy autonómiájába, hiszen ezt már nagyon sok üzletágban tett ilyen lépéseket. Durván kérdezek, akkor nem azt szeretnétek, hogy a Fidesz megvegye az Alexandrát? Erőt, a kanyarban nincs ilyen történet. És a legnagyobb baj az lenne, hogyha itt bármi módon a könyvszakma autonómiájának rovására menne ez a helyzet. Tehát, hogyha ezt arra használná ki bárki, akinek erre sanna szándéka van, hogy most ezt a szorult helyzetet arra használja ki, hogy a könyvszakma autonómiába beletaposson. Azt gondolom, hogy rengeteg olyan mód van, amellyel segíteni lehet a kiadókat, lendíteni lehet a magyar könyvkiadás helyzetén, és segíteni lehet könyvvásárlásban olyan csoportokat, akiknek ez fontos, és a pénztárcájuk viszont szűkös. Például a pedagógusoknak miért nem lehet adni évi 100 000 forint könyvvásárlási utalványt? Mikor számtalan példa van nyugati országokban? Olaszországban például a tinik kapnak könyvvásárlási utalvány jó sok eurót, hogy legyen kedvük könyvet venni és rákapjanak az olvasásra. Miért is ne lehetne ilyen dolgokat Magyarországon is megcsinálni, miközben a vízvezeték szerelő, ha vesz egy csőkulcsot, akkor azt leírhatja az adójából, mert az neki munkaeszköz. Hát a pedagógusnak ugyan mi a könyv, ha nem munkaeszköz. És így tovább, mindenki javaslatja nagyon konstruktív, nagyon szellemes 6 pontos javaslatunkat, amelyben nagyszerű ötletek vannak, például ez. És mi a következő lépés? Tehát rendben megtettétek ezt a javaslatot, mikor lehet látni mondjuk azt, hogy ennek bármiféle foganatja van, vagy nincs, és akkor mi lesz, hogyha nem lesz például? Hát ha nem lesz foganatja, akkor nagyon nagy baj lesz. Nagyon nagy baj lesz, még nagyobb lesz a baj, mert ez egy tovább gördülő dolog, tehát itt a kiadók akkor nem tudnak fizetni nyomdáknak, nem tudnak jogdíjakat fizetni, szerzőket fizetni, tehát ez egy tovább gyűrűző történet lesz, amit jó lenne most az elején megfogni, minél később történik valamilyen orvoslási kísérlet, annál nagyobb betegséget kell majd gyógyítani. Rendben. És mondjuk, meddig tart ez a kinevezések tényleg? Nem tudom. Elvileg 5 évre. Aha. Elvileg 5 évre. De mondjuk egy év múlva a következő könyvhéten vállalnád azt, hogy ugyanígy a drót kamerája elé lesz, ha még lesz drót, mi az, hogy? Meg mi is leszünk, és akkor megnézzük. Drót mindig lesz. Megnézzük egy ilyen retrospektív jelleggel, hogy mi lett ezekből a dolgokból. Simán. Köszönöm.